Most József vagyok, kárpátaljai lelkész. Egy olyan gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, amelynek a jelmondata vannak még csodák. Több olyan ember van a gyülekezetben, aki csodát ért át, mert Isten megszabadította az alkoholizmusból, kihozta a mafiából és a sötét életéből. Lássuk néhányat ezek közül. Vahilla György vagyok, 1961. december 14-én születtem Tiszaújlakon. Itt láttam meg a napvilágot Isten kegyelméből, és itt éltem le életem nagyobb részét. 12 évesen kezdtem el dohányozni, és 15 évesen kezdtem el inni, amikor is bekerültem egy olyan társaságba, akik már 20 éves gyerekekből állottak, és én ott nagyfiúnak éreztem magam is. Úgy éreztem, hogy ha vele fog kiszogatni, akkor én is közéjük való leszek, és így indult el az én lejtőm a kárhozat felé. Haladtam egyre lejjebb. 2006. március 14-ig, mikor is a két barátom, mostani testvérem, akik beszéltek először nekem az Úr Jézus Krisztusról, de akkor láttam az ő életükbe azt, hogy amiről beszélnek, az igaz, és aki megváltoztatta az ő életüket, azt szeretném én is megismerni. Így kerültem el Csongora 2006 márciusába. Akkor ki volt téve egy vezérige, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ekkor elgondolkoztatott engem az Úristen is. Gondolkoztam rajta, hogy az az élet, amit éltem, az a kárhozat útja. És ha van ebből az áldatlan állapotból egy kivezető út, és az maga az Úr Jézus Krisztus. Ott ismerte meg az Úr Jézus Krisztust. Ott találkoztam először az élő igével. Megtért emberként látom azokat a bűnöket, azokat a nehéz dolgokat, amelyek voltak az életemben, aminek meg kellett lenni, hogy eljöjjön a kegyelem, és meglássam, mi kegyes is az Isten hozzánk. Rengeteget kárunkodtam, bántottam az Isten szent nevét, és ezért én kárhozatot érdemeltem volna, de az Úr megkegyelmezett nekem is, örök élettel ajándékozott meg. Házamba kártyáztunk, kártyabarlangból tiszogattunk, most Isten kegyelméből bibliaórát tartok. Isten elhívott a szolgálatra, szolgálatba állított. Megtért családom, megtért feleségem az ő kegyelméből. És most már elmondhatom azt, hogy mint én, mint az én családom az Urat szolgáljunk. Járunk a tiszaújlaki református gyülekezetbe. Megválasztottak presbiternek. Mindig azért imádkoztam, hogy ne csak beszéljek a hitemről, hanem bizonyságot és szolgálatot, szolgálatba tudjam ezt bizonyítani. Isten megadta nekem ezt a lehetőséget. Nap mint nap tapasztalom az ő kegyelmét, tapasztalom az ő szeretetét, és azt a végtelen csodákat, hogy emberek térnek meg Tiszaújlakon és kárpátalják, mert az Isten az embernek nem a kárhozatot készítette el, hanem az örök országot. Varga Lajos vagyok, Tiszaújlakról, növénytermesztéssel foglalkozunk, családommal, édesanyámmal, nővéreimmel, ebből élünk. Kisfiam behozott a házamba egy könyvet, ami alól a címe, hogy Kicsoda Jézus. És ott elkezdtem olvasni, hittem, ettem a szavait, és nagyon boldog voltam, és egyszer megszólított, hogy gyere is, kövess. Kérdeztem, hogy hova, Uram? Gyere, azt mondja, a názáreti Jézus Krisztusra van szükséged, nem a pénz szerelmére. Én felugrottam, és követtem az Urat, és boldog vagyok, és hálás vagyok neki, hogy megszabadított, és visszaadta a családomat, azt, akit bajszán híján elveszítettem. De annyira szeretett, hogy visszaajándékozta a családomat, és még ráadásul ajándékban a gyermeket is megáldott minket. 15 év házasság után a második gyerekünk megszületett, aki Áronnak hívnak, és én nagyon boldog vagyok. Megutáltam magamat és a bűnvilágát szolgálni, és odafordultam ez az ösveletlen Istenhez, hogy szabadítson meg engem a nyomorúságtól, mert megfáradtam az alvilágban, megfáradtam a nightclubokban, diszkókban és egyéb ilyen dolgokban, és kértem az Istent, hogy szabadítson meg, és megszabadított, és kértem őtet különösen, hogy Uram, hadd legyek én a te gyermeked és a te harcosod, hogy a pajzsomat magasra emeljem, úgy, mint ahogy Jézus Krisztus emelte magasra, ha nem hagyták, hogy megkísértse
én is ilyen harcos akarnák lenni, bizonyságtévő harcos akarnák lenni, és arra buzdítlak testvér téged is, hogy van egy ének, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Bart Ellemér vagyok, 41 éves, három lánygyermek édesapja. Az alkoholizmus rabságából szabadított meg, amelyben már olyan mélyre süllyedtem, hogy elittam, eladtam a hátsó házat, szétszedtem műhelyt, már annyira legyengültem, hogy járterőm sem volt. És akkor 2002. január 7-én, amikor felvettem az utolsó pohár bort, és már mondta, azt kiáltottam, hogy hát uram, hát segíts, mert ez így nem mehet tovább, mert vagy kimegyek a temetőbe és kiváljam a síromat és belefekszek, vagy segíts uram, mert én már így nem tudok élni, mert semmi értelmét nem láttam az életnek. Mert tönkrement minden, mindent eladtam, ami létezett, a nyilászárókat kiszedtem a házból, az ablakot, ajtót, semmi nem maradt, csak egy ágyon meg egy széken. És ez egy olyan nagy csoda volt, hogy egyik napról a másikra az úr elvette az alkoholt az életemből. Persze jöttek a kívánságok, mint az ember, mikor magához tér. Hát szerettem volna én is gyerekeket, szerettem volna egy családot. Az úr megajándékozott egy hívő feleséggel, most már hívő feleséggel. Született három lánygyermekünk, és hát mikor a harmadik gyermekünket kereszteltük a templomban, akkor döbbentem rá igazán, hogy Istenem, hát mennyi mindent adtál te nekem, hogy amit kértem tőle, te eddig mindent megadtál nekem, és én még eddig semmit nem adtam neked. És akkortól kezdve elkezdtem templomba járni, elkezdtem keresni az Urat. Hát voltak olyan esetek, hogy a feleségem azt mondta nekem, hogy hát nem elég vasárnap elmenni, mikor elkezdtem hétköznap Isten tiszteletekre járni, nem elég neked vasárnap járni, mert már hétköznap is mész, meg bibliaórára is mész. De az Úr olyan csodát tett az életünkben, hogy őnek is munkálkodott a szívében, és együtt tudjuk dicsérni az Urat. Volt még egy olyan kérésem az Úrhoz, hogy hát Uram, nyisd meg az ajkamat, hogy beszélni tudjak. Meg szerettem volna elmenni és tanulni az ő bölcsességét, és az Úr megadta ezeket a kéréseket és ezeket a kívánságokat is. Két bibliaórát vezetek Isten kegyelméből. Az idén elkezdtem a tanulmányaimat a sáros-pataki teológián. Ettől nagyobb csoda, azt hiszem, hogy nem is létezik, mikor egy olyan ember, aki már ott volt a gödör szélén, a sír szélén, hogy már majdnem tönkrement, majdnem elpusztultam, és az Úr onnan emelt fel. És az Úrnak még tervei voltak velem, és hálát adok neki. Most már hálát tudok Istennek adni azért, hogy megengedte azt, hogy megjárjam azokat a mélységeket, amelyeket megjártam, mert volt nekem egy istenképem, volt nekem egy elképzelt istenképem, mint nagyon sok embernek van, de most már ismerem igazán azt az Istent, azt a megváltó Istent, aki engem megszabadított a nyomorúságból, és egy új élet ajándékozott meg. Csak azt kívánom mindenkinek, hogy nyissa meg a szívét az Úr Jézus Krisztus előtt, mert önálló van igaz értelme az életnek. Nélküle semmit és senkit és semmit vagyunk. Templomunkban van egy kép, ami a csodák estéjére készült. Nagyon jól szemlélteti azt, hogyan tud Isten csodát véghez vinni valakinek az életében. Először is, amíg nem találkozunk Istennel, sötét az életünk. Isten megállít, kiteszi a stop táblát, és aztán, ha felnézünk a keresztre, és átérezzük Istennek a fényét, a szeretetét, az Isten szent lelkének a segítségével megtörténhet a változás. Lehet szövetséget kötni az Istennel, és ha szövetséget kötöttünk, kivilágzik az életünk. Na ez a csoda. Amikor kitaláltam, hogy a gyülekezetben ez legyen a jelmondat, vannak még csodák, a saját életemre gondoltam. Mert az én életemben is történtek csodák, ahogy az előző emberek életében. Az én életemben az volt a csoda, hogy rövidlátónak születtem, és majdnem elveszítettem a látásomat 20 éves koromra. Megműtöttek kétszer, és most látok. És látom azokat a csodákat is, amit mások körülöttem átélnek. És te is élhetsz át csodát. Bíz Istenben, hogy veled is tud csodát tenni. Lásd azoknak az embereknek az életét, akik
akikkel ez megtörtént, és így benne, hogy ez veled is megtörténhet. Csatlakozz a Facebookon a Csodától Csodákig eseményhez, keres rá, és próbáld Istennek imádságban elmondani, hogy neked is szükséged van valamilyen csodára az életedben. És én hiszem, hogy te is el fogod tudni mondani, vannak még csodák.